Szóval az úgy volt, hogy reggel megittem a kávét, szépen eltakarítottam a kávéfőzőt, de már mire a kávés csészét szerettem volna elmosni, nem tudtam megnyitani a csapot a mosogatóba. Jó, megdögött a csapbetét. Oké. Szerencsére volt itthon helyette, ugye ez a régi. Fél délután tasztogattam magát a csaptalpet, mert olyan vízköves volt, ugye látszik a régi betéten is. Nagyon frankó tisztelett a belső, tisztára, mint egy új, berettem az új betétet. Rizspasztával, hogy többet ne rohadjon össze, mármint a leszorító csavar. Felszeredem a helyre, és azt látom, hogy a takaró rózsa mögül megindul a vízcsepp. Á, biztos ott maradt, letörlem, megint megindul a vízcsepp. Hát de már nem áll. Jó, ugye alul a ház alatt vannak a csapok, elzárkattam, leszereltem megint a csapot, leszereltem mind a két oldalról a takarórózsát, visszaszereltem a csaptelepet, megnyitottam a vizet, és azt láttam, hogy szivárak töver. Jó, mondom, semmi probléma, kiszedem a Z-idomokat, vagyis hát ezt a bal oldalit, mert ez néz szivárgat, újra kócozom. És amikor villáskulcson megmozdítottam, az egész letörött a francba. De gyönyörűen látható is, hogy hát nem én voltam a durva, hanem hát több mint egy harmad keresztmetszet már oxidos is, már régóta meg volt repedve. Úgyhogy most ott tartok, hogy ott van a falba, szépen bent, beletörve, és hát megpróbálom fűrészlappal ide fölhasítani, így módon, és hát ha sikerül, akkor úgyse sikerül teljesen, mert hát ugye a falban lévő fém izomba nem akarok belevágni, tehát megpróbálom majd összeroppantani, hát ha sikerül, egyelőre most itt állok, aztán folyt kell. Ura, egy negyed kint van. Hát most már azért reményem van rá, hogy így talán ki tudom szedni az egészet, és nem kell falat bontani. Most már elegem volt. Másfél hát a villany miatt kellett falat bontani a műhelybe, mert beleolvadt a földvezeték a bermancsőbe. Azért most a konyhában nem szívesen veretném le a csempét egy ilyen blőt hibat. Most kellett kívánkozni az összeset. Itt van minden darabja. Csak hát ugye vízköves, rozsdás, minden szar van abba idomba, úgyhogy úgy látszik most már az örökzöld lesz, hogy ide is készítettem egy, hát nehogy azt mondjátok, hogy nagyképű vagyok, nem menetfurót, hanem menettisztító szerszámot. Durra egy óra, ez is. Ahhoz képest, hogy a reggeli kávénál történt az eset, most már de után fél öt van, hogy elég jó el vagyok ezzel a szarral. Ugye kipucolom a menetet, mert nem szeretném, hogy ezt a egyetlen egy ilyen réz Z-idomot sikerült szereznem nagybátyámtól, mert bár volt nekem vadonatúj, de ez ugye rövid. És ami itt volt, ez is ilyen hosszú fajta. Nem tudom, látszik? Most már látszik. Tehát nem helyettesíthetem röviddel azt, ahol hosszú volt, különösen a másik oldalon ott van a hosszú párja, mert akkor megfeszül az egész, és azért fog eltörni. Azt mondom, hogy tovább nem erőltetem, amennyire kellett kitisztította. Ugye ezt én már főkócoztam. Elvileg, ha sikerül jó bekapatnom, de hát miért sikerülne? Ha nekem olyan szerencsém lett, akkor reggel nem történik ez az egész. Nehogy bekapjam, még kénytelen itt a filmen is elkeríteni azt, hogy itt a felhők szélén ücsörög.
Mama kapott épp eleget az öreg. Nem, nem felejtettem el a takarórózsákat föltenni. Azért nem tettem fel a takarórózsát, mert hogy onnan indult itt a én kanosszajárásom, hogy a betét csere után megjelent a vízcsepp a takarórózsa alól. Úgyhogy most akkor összeszereltem készre, rá van nyitva a víz. Folyik is. Kicsit várok, figyelem, hogy remélhetőleg nem fog megjelenni itt a víz. Jobban attól féltem, hogy mivel úgy hasítottam fel a fűrésszel, ugye négy felé ezt a régi z-idomot, ugye óhatatlanul belevágtam az idomba, tudtam. És attól tartottam, hogy a kóc nem fogja letömíteni azokat a vágásokat, de eddig olyban tűnik, hogy száraz minden. Úgyhogy valószínűleg újra leszedem a csoptelepet, fölrakom a takarórózsát, újra visszaszeredem a csoptelepet, és akkor talán befejezetnek minősíthetem a javítást. Közben minőség ellenőröm, meg itt reklamálhatható neki, üres a tányérja. Igaz, picur? Na, mindjárt adok neki enni. Most már a helyére került a takarórózsa is. És nem is szivárog. Száraz. Hát 5 óra van. Reggeli, mit tudom, fél hetes kávé óta. Jó betartott. Örülök neki marhára, természetesen. Itt vannak a romok, illetve nem is minden, mert nem is tudom már hova raktam el. Jó, itt van. Úgyhogy ez ami történt, hogy hiába mozgattam, ez nem nyitott semmit, tökéletesen zárt, de hát még mindig jobb, mint hogyha ömlött volna a víz, és rohanhattam volna keresni az elzárót. De csak nem nyitott ki. Hát akkor ez most ennyi volt. Ez egy nagyon-nagyon nem tervezett és nem kívánt film lesz akkor. Köszönöm a figyelmet!